Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez a Farkasok, a Gyöngyösi Televízió kézilabda magazinja. Repülő rajtot levett a KNTH Liga tavaszi idényében a Hedo B. Braun Gyöngyös csapata, amely egy sikeres kupa nyolcad döntő után készülhetett a Cegléd elleni első bajnokira. Nézzük meg, mi történt a tavaszi fordulók nyitányán gyöngyösi szempontból Abonyban. Abonyban a Hép Cegléd átmeneti hazai bázisán kezdte a bajnokság tavaszi idényét a Hedo B. Braun Gyöngyös, amely 2 pontért utazott, de azzal is tisztában volt, hogy a kiesés elől menekülő hazaiak mindent megtesznek majd azért, hogy otthon tartsák a bajnoki pontokat. Vélhetően ezért került a nevezettek közé a klub szakmai igazgatója, a 247-szeres válogatott klasszis Császár Gábor is, aki 10 év után öltött magára ismét kézilabdameszt. A találkozó óvatosan indult, Gráf Martin találatára több mint 3,5 percet kellett várni, de a gólgyártás a folytatásban sem pörgött fel, a 7. perc végén 1-2 volt az állás. Schmidt góljával lépett meg 2-vel a gyöngyösi alakulat, majd folyamatosan sikerült 1-1 gólt közé tenniük. A 14. percben a meccsen összesen 6 gólig jutó Gráf Martin 4. találatával 3-7 arányban vezettek a vendégek. Ez a különbség állandósult a következő percekben, de a remekül játszó Bura 26. percben szerzett góljával már 7-tel ment a gyöngyösi csapat, amihez Bartucz jó néhány remek védéssel járult hozzá. A szünetre végül 5 gólt sikerült megőrizni az előnyből, 14-19-es vendégvezetésnél jöhetett a szünet. A hazaiak találatával indult a második játékrész, de Bura gyorsan válaszolt, Bartucz pedig továbbra is remekül hárított. A tempó lassult az első félidőben mutatotthoz képest, a 49. percben 20-26 volt az állás, amikor Hegedűs Márkot piros lappal kiállították a játékvezetők. A különbséget azonban a folytatásban is tudta tartani a vendégcsapat, és végül a 7 gólig jutott, ezzel a 8 gólos Bura mögött a második legeredményesebb gyöngyösiként zárt Halász szerezte az utolsó, 30. gyöngyösi találatot, a vége magabiztos 6 gólos győzelem lett. A számszerű végeredmény 24-30, a Hedo B. Braun Gyöngyös tehát egy 6 gólos győzelemmel nyitotta a tavaszi szezont a KNTH Ligában. A mérkőzésről Bíró Balázzsal, a Hedo B. Braun Gyöngyös vezetőedzőjével beszélgettünk. Szervusz! Szervusz Tamás, köszöntöm a nézőket is! Nagyon sokat beszélgettünk az elmúlt hetekben arról, hogy ez az első 3 mérkőzés milyen fontos lesz, csak úgy, mint az őszi fordulókban volt. Hát most az első megvan, leesett egy nagy kő, teher a várról, vagy mondhatjuk azt, hogy ez egy kötelező győzelem volt? Is. Természetesen esetleg a válunkról abban a szempontból, hogy az első lépés mindig nagyon fontos. De a mondat második fele is igaz, hiszen valahol a bemaradásért küzdő Cegléd ellen bármennyire is idegenbe kell menni, és ők is minden eszközt bevetnek ahhoz, hogy bent tudjanak maradni. Talán nem túlzó azt kijelenteni, hogy a jelenlegi Gyöngyös az jobb csapat, és ebből a szempontból pedig tényleg kötelező volt az, hogy miért nyerjünk. Minden esetre gratulálunk, és az, hogy a Cegléd mennyire küzdött, az látszott azon is, hogy Jamali mellett Császár Gábort is csatasorba állították elsőként a Gyöngyös ellen. Okozott-e meglepetést az ő játéka ezen a mérkőzésen? Nekem annyiban nem, hogy az UN híradóban mi a vezetőség részéről hallottuk, hogy edzésbe állt, és egyelőre fontolgatják a bevetését. Nem tudtuk azt, hogy mikor fog ez megtörténni. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy tudtuk, hogy játszani fog, és készültünk rá, ez nem igaz. Azt tudtuk, hogy elkezdett mozogni. Kérdője volt bennünk is, hogy a mérkőzés előtt másfél órával felkerülő hivatalos edzőkönyvben szerepel a neve, vagy nem. Akkor, amikor kiderült, hogy szerepel a neve, akkor pedig nyilván a taktikai értekezleten a mérkőzés előtt az öltözőben ez volt az első, amit le kellett tisztázni, hogy ne reagáljuk túl ezt a helyzetet. Nyilván mindannyian ismerjük a csasszi játékát, és tiszteljük azokat az eredményeket, amiket elért, de nyilván most próbáltuk azokat az erényeket kihangsúlyozni, amivel szemben nekünk megvan, ez mind az állóképességünkre, mind a védekezésünk keménységére vonatkozik, és nyilván megpróbáltuk úgy megoldani azt, hogy vártuk, hogy nagyjából mire számíthatunk tőle, természetesen bíztunk benne, hogy le tudjuk majd ott reagálni. Egy-két kivételt eltekintve szerencsére jól sikerült, de azt kell mondjam összességében, hogy megoldottuk teljes mértékben. Nagyon jó teljesítményt nyújtott a csapat támadásban és védekezésben is. Nézzük meg, hogy a számok nyelvén ez mit jelentett. A hivatalos statisztikával készültünk a Magyar Kézilabda Szövetség oldaláról. A képernyőn zölden látszik az idegenben pályára lépő Hedo B. Braun Gyöngyös mutatója, és pirossal a házigazda Ceglédé. Egészen komoly különbség van a lövés hatékonyságában és a védés hatékonyságában is. Itt azért Bartucz László teljesítményét mindenképp ki kell emelni. Te mit olvasol ki ezekből a számokból? Hát ez a két adat ez természetesen nagyon fontos.
Az, hogy az első félidőt azt idegesen kezdtük, és a technikai hibáink számának jelentős része az első félidő első fél meg is történt. Tehát nem volt mérkőzés végeredményt befolyásoló időszakban ezek a hibák. Az első félidő volt 7-es darab technikai hibánk, a másikban összesen 2. Míg az első félidőben volt 9 megállító faltunk, a másikban 19. Tehát olyan mértékű javulást tudtunk még az első félidei 5 gólos vezetés mellé tenni a játék stabilitásába, és úgymond a minimális hibázással a kiegyensúlyozottságba, hogy én azt gondolom, hogy igazán reális esélye nem volt a Ceglédnek arra, hogy visszajöjjön. Volt 3 darab olyan gólcsendje, egy 4, egy 5 és egy 11 perces gólcsendje, amiből jelenleg nyilván mi jól kijöttünk, és jelenleg én azt gondolom, hogy ez a Cegléd ellenünk nem tud felállni. Borzasztóan örülök, hogy az, amiről beszéltünk a Tatabánya és a Budakalászáni edzőmérkőzésen, hogy az az irány, amit a védekezésünk vett, ez továbbra is kitartott, jó mögötte a kapus teljesítmény. Elmondtam a fiúknak, illetve nyilván sajtótájékoztatón is, hogy jó ilyenkor ennek a csapatnak, nyilván máskor is, de ilyenkor különösen büszkén ott állni oldalt és a vezetőedzőknek lenni. Borzasztó motiváltak voltunk, rendkívül együtt élt a csapat és a kispad. Tényleg egy olyan összhang, egy olyan millió alakultott ki, amiben szerintem aznap nyilván kevés csapattól kaptunk volna ki. Bízom benne, hogy ez ki fog tartani. Piros lap nélkül ezt a mérkőzést sem tudtuk megúszni, viszont ez sem törte meg a csapat lendületét, hogy ott a második félidőben hegedűst elveszítettük. Lehet erre készülni? Készül-e erre a csapat? Nem tudunk erre készülni, nem is akarunk. Folyamatosan, mint ahogy mindig is mondtam, 16 benevezett játékossal számolok, nem 5-6 emberes csapat vagyunk. Gyakorlatilag ezért van az, hogy mindenki gyakorol az adott pozícióban, mármint a sajátján, mindenkinek a bevetésére megvan a lehetőség és megvan az esély, én pedig mindenki felé teljes bizalommal vagyok, úgyhogy nem okoz ez azért különösebb problémát, mert nyilván mindenki tisztában azok az információkkal, amit az adott pályára lépés esetén neki tudnia kell, hogy oldja meg a feladatát. Nyilván nem örülünk ezeknek a piros lapoknak, de tudjuk kezelni a helyzetet, ez nem először derült ki, és nyilván ennek megint külön örülök. Sok-sok egyéni teljesítményt lehetne kiemelni a mérkőzésből, elég, ha csak azt megemlítjük, hogy az M4 Sport által a 7 csapata összeállításba 2 gyöngyösi is bekerült, a már említett Bartucz László mellett Gráf Martin, aki nagyon jó teljesítményt nyújtott irányítóban, de kiemelhetnénk akár Halász Levente teljesítményét is, akinek a statisztikáját azonban megmutatjuk, az Lucian Bura, és nem csak azért, mert ő lett végül a csapat legeredményesebb játékosa, hanem azért, mert egy hosszabb kihagyás után szállt vissza újra egy teljes mérkőzésen. Jó volt újra látni a pályán. Adott-e az ő jelenléte, visszatérése lendületet a csapatnak? Egyrészt igen. Természetesen nagyon fontos, hogy balkezes átlövő pozícióban is stabilak legyünk, főleg így, hogy a Séfer Zsolt is érült jelenleg. Bízom benne egyébként, hogy heteken belül, 1-2 héten belül reményeim szerint a Zsolt is tud hozzánk csatlakozni. Nagyon örülünk a Bura jó teljesítményének. Kell az, hogy ne csak jobbkezes jobbátlővel, hanem balkezessel, mondom még egyszer, tudjunk stabilan játszani. Neki is vannak apró cseprő problémái, de én azt gondolom, hogy egy jelentős időt kézabdapályán eltöltő játékosnak az lenne a fura, ha nem lenne. De mondom, egyszer örülök a teljesítményének. Sok fontos gólt lőtt, nem csak a elért góljai száma a lényeges, hanem az, hogy néhány közülük olyan fontos pillanatban történt, ami akár passzívnál, akár pedig akkor esett, amikor az ellenfél talán jobban megközelíthetett volna minket, feljöhetett volna akár 2-3 gólra is. Ami a többieket illeti, abban egyetértek, hogy több embert is ki lehetne emelni. Ugyanúgy, ahogy a Bartusz Laszkót mondtuk, a Gráf Martinnak az, hogy 6 gólt szerzett 8 lövésből, az csak egy 30 perces teljesítmény alatt érte el. A másik fél időben is játszott, de ez a szám, ez neki 30 perc alatt összejött. Borzasztóan fontos volt, hogy az első fél időben, ahogy irányított és ahogy játszott, az nagyon sokat segített a csapatnak. Nagyon örülök a Halász Levi átlő teljesítményének, mert régóta adós volt a jó játékkal. Látom azt, hogy az egész januári felkészülésben jött előre, és nagyon örülök, hogy ennek kijött, ennek most egy jó teljesítménnyel a csúcsa, és bízom benne, hogy ez nem egy egyszeri eset volt, hanem hosszabb lesz. De mindenféleképpen szeretném még azt elmondani, hogy a Vasandár Milának és a Gábori Mátének együtt, ha jól emlékszem, 15 vagy 16 megállító faltja volt a csapat 30 megállító faltjából, és hogy amilyen melót ők is, és ahogy a Gerdán Tibiék a védekezés közepébe lemelóztak ezen a mérkőzésen,
az borzasztó fontos, csak ugye statisztikailag ezek az interneten nem látszanak, de mindig elmondom itt is, és a srácoknak értékelés folyamán mindig a következő hét elején, hogy nekünk mi így vagyunk egy csapat, szóval nem csak a támadó térfél, nyilván a védekező térfél is iszonyatos melót végeznek a fiúk. Mondom még egyszer, ezért ez egy csapatmunka volt, és azzal is egyetértek, amit a Levin mondott a sajtótájékoztatón, hogy talán az eredmény, a fél idejű 5 gólos vezetés és a végén a 6 gólos győzelem annak, aki nem látta a mérkőzést, vagy nem volt ott személyesen, nem biztos, hogy pontosan tudja, hogy ebben mennyi meló van, hogy ez így alakult. Sokat kellett érte dolgozni, de megérdemelten nyertünk. Nézzük most meg, hogy a mi mérkőzésünkön kívül milyen eredmények születtek még a KNTH Liga 14. fordulójában. A Tatabánya tudott győzni a budai Farkasok ellen, így a Farkasok továbbra is pont nélkül állnak a tabella utolsó helyén. Aztán volt két számunkra fontos mérkőzés. A sorsolás úgy hozta, hogy a tabellán mögöttünk lévő két csapat, a Balatonfüred és a Budakalász a Veszprémmel, illetve a Szegeddel találkozott. Papírforma eredmény született, így megőriztük előttük a pozíciónkat a tabellán. Aztán a Csurgó győzte le 2 góllal a Nekát hazai pályán, a Ferencváros begyűjtött Daboson a 2 pontot, és volt egy nagyon kiélezett parás csata a Komló és a Kisveszprém között, ami 1 gólos hazai győzelemmel zárult. Hogy értékeled ezt a fordulót, akár különösen a mi szempontunkból? A mi szempontunkból jól alakult, nyilván, de alapvetően nincsenek meglepő eredmények. Akiket üldözünk, a Csurgó és a Ferencváros nyert, de alapvetően elvárható volt tőlük ebben a fordulóban nyerniek. Látszik, hogy a KKFT az életéért küzd, egy borzasztó szoros mérkőzés volt, 27-25-re ők még vezettek 2-15-tel a vége előtt, aztán végül kikaptak 1 góllal egy parázs végjátékba. Nyilván ott a Komlónak az ősze nem úgy sikerült, a KKFT bennmaradásért küzd. Itt ebben a tavaszban már véremenő küzdelmek lesznek, szóval itt látszik azt, hogy hiába a nekás fiatok is elmennek Csurgóra, az a Csurgó az, aki az utóbbi évek legjobb összeállítás és legjobb eredményt úgy tűnik elérő Csurgója, ott is vezetett 50 percig, szóval itt tényleg minden egyes mérkőzésen vért kell izzadni azért, hogy az ember 2 pontot szerezzen, mert mindenkinek megvannak a céljai, mindenki megy előre, akár az utolsó, akár a középső régióban vannak csapatok, szóval itt semmit nem adnak ingyen, ezt mutatják az eredmények is, meg hát aki követi akár konkrétan a mérkőzések felvételeit, az látja, hogy ez most így zajlik. És ezért fontos minden egyes pont, amire a tabella is ráerősít egyébként, hogyha vetünk rá egy pillantást, látjuk, hogy jelenleg a 6. helyen állunk, de hát továbbra is elmondhatjuk azt, amit mindig elmondunk, hogy nagyon szoros, és ott van mögöttünk a Balatonfüred és a Budakalász 1-1 ponttal lemaradva. Hát most a Balatonfüredtől megléphetünk, hiszen szombaton ők érkeznek majd Gyöngyösre. Mire számíthatunk amellett, hogy egy parás csatát, egy igazi rangadót láthatunk majd? Igyekszünk bebizonyítani azt, hogy a bajnokin szerzett 1 pont, és a kupában elért idegenbeli siker az nem a véletlen műve. Tehát azt, hogy jelenleg ebben a szezonban fel tudjuk venni velük a kesztyűt, és be akarjuk bizonyítani, hogy ezek a győzelmek ezek azért történtek, mert jelenleg mi ellenük ezeket maximálisan el tudtuk érni önerőből, és hogy meg tudjuk őket verni itthon is, megpróbálunk tőlük elszakadni. Érdekes lesz, mondom, hogy abból a szempontból a mérkőzés, az előző kettőnek a tapasztalatait felhasználjuk, valószínűleg az ellenfél is próbál valamit változtatni, hiszen úgy tűnik, hogy amit eddig használt, az nem működött. Nyilván készülünk minden lehetséges opcióra. Ez ellenfelünk nem lett frissebb azóta, a kupamérkőzés óta, mert a Veszprém elleni mérkőzésen kívül azt megelőzően és azt követően 2 nemzetközi kupameccs van a lábába. Továbbra sem álltatjuk magunkat azzal, hogy fáradtak lesznek, hiszen itt is nekik azért komoly céljaik voltak a bajnokságból, a pozíció elérése tekintetében, és attól messze vannak. De mondom még egyszer, 1000 gyöngyösi szurkolóval a hátunk mögött, és az elért eredmények tekintetében mindenféleképpen itthon szeretnénk tartani 2 pontot. Nagy küzdelem lesz, bízom benne, hogy hazai győzelemmel. Ott a helyünk a csarnokban, tehát szombaton este 6 órától, amikor a Balatonfüredet fogadjuk majd, jövő héten pedig ezt a mérkőzést elemezzük. Köszönöm, hogy ma itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. Önök pedig maradjanak, hiszen nem sokára folytatjuk Rosta Istvánnal, akivel utánpótlás eredményekről fogunk beszélgetni. Előtte pedig jön portré rovatunk, a Hedo B. Braun Gyöngyös 1-1 NB1-es játékosát mutatjuk be hétről hétre. Ezen a héten a fiatal Gulyás Mátéval folytatjuk. Egy újabb kellemes délután és egy újabb kellemes vendég a sorban, egy újabb fiatal versenyző, egy újabb fiatal játékos a keretből, Gulyás Mátét üdvözlöm, szavasz Máté, üdvözöllek.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hát feléd is gyakorlatilag ugyanonnan indul a történet, mint ahogy az összes többi riportalanyom, illetve csapattag felé. Hogyan jött az életedbe a kézilabda? Azért hiába, hogy Gyöngyös, azért kézilabda város, és elég jó helyen vagyunk az utánpótlás nevelésben, de azért nem alanyi jogon kezd el minden fiatal kézilabdázni, főleg a te korosztályodban. Igen, én is köszönöm először is a meghívást, és köszöntök mindenkit. Hát megismerkedni a kézilabdával először Solymoson, a általános iskolámba kezdtem el, ahol Kőrösi Fruzsina volt a testnevelő tanárom, és ő ismertette meg velünk legelőször a kézilabda alapjait és a kézilabda szeretetét, és hát miután Solymoson így elbalagtunk onnan a suliból is, meg még előtte is már lejöttünk Gyöngyösre, ahol Kismárton Ádám keze alá kerültünk, és ott elértünk nagyon sok szép eredményt. Teljesen automatikus volt, hogy te azon a poszton fogsz játszani, amin most is játszol jelen pillanatban, vagy bejártad a pálya minden szegletét? Hát nem mondom, hogy bejártam minden szegletét, de nyilván megforogtam a belső három poszt mindegyikén és beállóba is. Hát ez így úgy mondom, hogy inkább kialakult az idők során, így a magasság, testösszetétel, akár tehetség alapján. Uh-huh. Kapusok mondják azt, hogy két dolog miatt lesznek ők kapusok, vagy nem szeretnek futni, vagy pedig nem szeretnek ütközni nálad, ezt gondolom, ez az egyik opció sem állt fönn, tehát ez meg sem fordult a fejedben, hogy esetleg kapus legyél. Hát ebben az a biztos, hogy voltam kapus, tehát ezt elfelejtettem mondani, voltam kapus még szivacs kézilabdás időszakban, ahol minden kapott gólnál elkezdtem sírni a pályán a meccs közben, és ez így el is tántorított így a kapus poszttól, de igen, ez így nem ad nekem hátrányt, hogy futni kell, vagy mozogni, vagy ütközni. Nagyon lelkis voltál játékosként, vagy lelkis vagy játékosként? Most tehát a sikert, kudarcot nagyon. Igen, ez még most is az elejétől így szerintem egyetlen végig ki fog tartani. Uh-huh. Nehezen dolgozott föl egyébként a pályán a kudarcokat, hogyha valami nem jön össze, és nem tudsz rajta túllépni, valami nem úgy sül el, ahogy szeretnéd? Hát inkább így meccs közben egy kicsit bosszankolok, de túllépek rajta, nyilván, hogy ne menjen a meccs rovására, de inkább utána az, amikor egy kicsit így elmélyelkedek magamba, és gondolkozok rajta, hogy hogyan kellett volna jobban csinálni. Mennyire érzed magad céltudatos embernek? Aztán majd elmondom, hogy ezt miért kérdezem. Hát egy 10-es skálán, egy 8-as. Mondjuk egy 10-es. 8-as, 9-nek céltudatosnak érzem magam, igen. Azért kérdezem ezt, mert említetted itt ugye a solymosi alapokat, aztán Ádámnak a csapatát, és azért anélkül, a céltudatosság nélkül, amit most magadnak szerintem alálőttél egy kicsit ezzel a 8-assal, azért a válogatottig nem vezet egyenes út. Hát igen. Nagyon sok befektetett munka kell bele, nyilván nem csak elég a céltudatosság, tehát nagyon sok plusz munkát tettem bele ahhoz, hogy nyilván elérjem azt a szintet, amit még álmomban sem gondoltam, hogy muszáj lesz elérni, és még mindig van hova fejlődni nyilván, de ezt nyilván az edzőm nélkül és a csapattársam nélkül nem érettem volna. Válogatottság, ha már ide értünk, mi volt az a pillanat, fel tudjuk érezni azt az érzést, amikor megkaptad a megkeresést, hogy akkor légy szíves, jelenj meg a válogatott összetartásra? Igen, a legelőször ugye még 9-es voltam, amikor megkaptam, ugye akkor még ez ilyen bőkeretes, ilyen kiválasztós téma volt, ahol a csapattársaim is eljöttek velem, akkor még nagyon sok gyerek közül választottak ki, igazából a nagy fordulópont, ami kicsit egy érzékeny adott, amikor a szűk keretbe is bekerültem, és oda kaptam a meghívót, amit Rosta István küldött nekem további e-mailen, és gratulált, és ez nagyon jól esett. Érzésekről beszélünk, most ilyen érzésekről beszélünk. Első NB1-es mérkőzés. Fel tudjuk idézni? Azt hiszem, Liga Kupa volt még, amikor Konkol Csaba volt az edző, egy két éve talán, vagy másfél éve. Akkor az volt a bemutatkozó meccsem, ott még nem nagyon játszottam, de amit legjobban ki tudnék emelni Liga Kupa meccs, az a Csurgón volt, ahol ugye elég hiányosan mentünk el, és sok játék lehetőséget kaptam, és ezt 6 góllal így vissza is tudtam adni szerintem, és nagyon, nagyon élveztem minden percét. Maradjunk még mindig az érzéseknél, első benyomások egyike. Idézzük fel azt a pillanatot, amikor teltház, csarnok, gólszerző, Gulyás Máté. Igen, ez más szituáció volt nyilván, mert amikor Serdülőt és Ifit játszottunk, ugye akkor nyilván nem sokan vannak, tehát nincsenek annyira sokan szurkolók, mint egy felnőtt meccsen. Azért amikor így kimentünk melegíteni is, meg a góllövésre, ahogy te mondtad, elég emberfeletti érzés volt, hogy több száz, vagy mondhatni ezer is ember tapsolt, orrított, dobolt is, és kantálták a nevemet, és ez tényleg felemelő érzés volt.
Meg tudod érezni, meg tudod fogalmazni, vagy meg lehet egyáltalán ezt fogalmazni, hogy mi játszódott le, nem ott konkrétan, mert nyilván nem arra figyeltél oda, hanem amikor vége lett a meccsnek, és mi volt az az érzés, ami benned volt? Különösen nagyon akkor... nem lehet így kifejezni, ez nyilván át kell élni, de mondhatni egy meccs után egy kicsit így büszke voltam magamra, és így jó érzést töltött el, hogy tényleg igenis fontos, meg tehát van értelme annak, amit csinálok, tehát van cél. És nyilván az is egy ilyen érzés volt, amikor a mostani Liga Kupa szezonban gyakorlatilag a Cegléd ellen a teljes ifi csapat nyerte meg az NB1-es Cegléd ellen a mérkőzést. Hagyjuk egy kicsit az érzéseket, beszéljünk egy kicsit az életedről. Rengeteg az edzés, rengeteg a munka. Magánéletre, barátokra, szórakozásra, hogy jut emellett időd, párkapcsolatra, hogy jut emellett időd? Hát ez igazából most ebben az utolsó éve, mert ugye végzős vagyok. Ez az utolsó évem a gimnáziumban, így ennél kevesebb időm van a tanulás mellett, de nyilván próbálunk így az edzések előtt, után vagy hétvégén szentelni időt a barátokra, barátnőkre vagy a családra. Céltudatosságról már beszéltünk itt az elmúlt percekben. A jövőddel kapcsolatban mennyire vagy céltudatos, mennyire látod azt az utat, amit majd el akarsz indulni így érettségi évében? Én úgy vélem, hogy már lassan egy éve kijelentettem, hogy megvan így a célom. Az életre tekintve, én a testnevelési egyetemre szeretnék tovább menni. Először is egy alapdiplomát letenni, ez igazából mondhatni úgy nem számít, hogy miből, csak hogy legyen egy alapdiplomám, hogy el tudjak kezdeni egy mesterképzést, ami humán kineziológia, ami az ugye Totó is elég sok mindent hozzá tudna szólni, de igen, ez így a példakép egyébként? Hát igen, igen. Ebben a témában biztos. Hát abszolút nem érdemtelenül, mondjuk azért el, hogy Németh Tamásról van szó, a csapat erőléti edzőjéről, aki humán kineziológus. Példakép, jó is, hogy eszembe jutott ez a szó, hogy példakép. Kit tartasz most példaképnek magad előtt, és miért? Van egyáltalán régen ilyen? Voltak, most jelenleg nincs példaképem, tehát igazából most így konkrétan csak magamba szeretnék hinni és magamat fejleszteni, tehát nem akarok senkire se hasonlítani, de régen hát a Mikkel Hansen, Karabatic, tehát nyilván a nagy nevek azok példaképek voltak, most így kifejezetten egyet nem tudnék mondani. Azért a mostani pozíciótokból adódóan így az ifi csapatból, akik már az NB1-es keretben vagytok, óhatatlan az, hogy ti magatok is példaképé váljatok az utánpótláskorú játékosok előtt. Ezt hogy kezelitek ezt a dolgot, illetve te személy szerint ezt hogy kezeled? Hát igazából így még nyilván, hogy utcán odarohadjanak, hogy kérnek alárás még nem volt, de amikor volt felnőtt meccsek és jöttek oda kisgyerekek pacsizni, vagy hogy írjam alá labdát, vagy akármilyen már volt. És ez nagyon jól esett nyilván, főleg így ennyi évesen, hogy már egy 18 éves gyerekre is így példaképként tekintenek, nem csak a nagyon nagy játékosokra. Hát kezelni igazából ezt egyszerűen kezeljük, mert még nem voltunk ilyen szituációban soha, de megpróbáljuk minél korrektabban. Nyilván nehéz megfogalmazni azért 18 évesen egy ilyen dolgot, de mi az, amivel a fiatalokat lehet motiválni szerinted a kézilabda irányába most, per momentán, a mostani helyzetben? Sosem szabad feladni. Mindig lesznek olyan mélypontok, nyilván amikor nem sikerül egy meccs, egy edzés, vagy egy hosszabb tartó sérülés, amiért úgy érzed, hogy nyilván feladnád, hogy nem akarod tovább csinálni, mert csak sérülés lesz egymás után, és nem szabad feladni, mert mindig lesz jobb. Neked is ez a mottód egyébként? Mindig lesz jobb. Mm? És legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Gulyás Mátéval ismerkedhettünk meg tehát ezen a héten, most pedig szokásunkhoz hűen utánpótlással folytatjuk. A stúdióban ezúttal Rosta István utánpótlás igazgatót köszönthetem, szervusz! Szia, üdvözlöm a kedves nézőket! Az elmúlt héten beszélgettünk arról, hogy a Diákolimpiában, milyen Diákolimpia versenyében, a döntőben milyen csodálatos eredményeket sikerült elérni a berzés fiúknak, és szó volt arról is, hogy egy szivacs kézilabda fesztiválon is túl vagyunk, méghozzá a második ilyenen, a bemelegítő csarnokban. Mielőtt rátérnénk arra, hogy most már a versenyek is elindultak, milyen most az élet, a millió, a hangulat az utánpótlás házatáján Gyöngyösen? Azt gondolom, hogy a téli szünet után felébredtünk az iskolával, ugye párhuzamosan elkezdődtek az edzések, mindenki most már dübörög, mindenhol edzések vannak, éppen a kávéiskolából jövök, ott is edzés volt, tehát elindultak a bajnokságok, azt gondolom, hogy most már az üzemi hőfokon vagyunk, amit majd egészen június közepéig szeretnénk csinálni.
Melyek azok a csapatok, amelyek már lejátszották az első fordulókat a tavaszi idényben? Hogyan indult a bajnokság újra? Ugye a felnőtt csapattal párhuzamosan az U20, U18, U16-os csapatok is elkezdték a bajnokságot. Az U20-asaink két szép győzelemmel kezdtek Budapesten, mert idegenben, és itthon pedig az Algyő csapatát verték meg nagyon nagy gólzáporos mérkőzésen. Az U18-oknak pekkesek voltak, sérülések sújtják őket, ők sajnos két vereséggel kezdtek, az U16 pedig egy győzelemmel és egy vereséggel kezdték a mérkőzést, majd pedig ugye a héten pedig folytatódtak a bajnokságok. Illetve az U16-osoknak volt egy forduló, azt mi rendeztük itt a Gyöngyösi Fejes András sportcsarnokba, ahol a Pik Szegedtől éppen ott csak kikaptak a fiúk, viszont a Békésen nagyon-nagyon bravúros döntetlent értek el Temesvári Martin tanítványai. És hamarosan a fiatalabbak is újra koptatják majd a sportcsarnokok padlóját. Milyen ütem szerint folytatódik a bajnokság a különböző ugye korosztályokban? Az MKS úgy hozta a versenyklást, az egyik hétvégén a páros csapatok, most például mostani hétvégén az U14, U12-es csapataik fognak pályára lépni, illetve majd az U10-esek is csatlakoznak hozzá, hogy a páros számok, és jövő héten pedig kezdenek a páratlan számok, az U11, U13 és az U15 pedig fogja folytatni a csapatokat. Talán a hétvégén jobb esemény lesz az a ominózus U14-es csapatunk, a Horváth Szilárd csapata, akik az első 6 csapatban, most már bővítették, első 7 csapatba kerültek, ők Veszprémbe fognak belépni az első fordulókba, a felsőházi rájátszásba. Őket láthatjuk majd ebben az országos döntőben Gyöngyösen is játszani? Hát sajnos nem, mert hogy a sorsolás szeszélye, vagy más miatt csak az akadémiai csapatok kaptak szervezési jogot, tehát úgy alakult, hogy sajnos őket Gyöngyösen a tavaszi szezonban nem láthatjuk, de hát máshol láthatjuk, például Budapesten 3 helyen is, tehát az sincs olyan messze, viszont a minden más csapatunknak valóban lesz hazai fordulója is, kivéve a jövő hetet, ugye 26-án akkor rendezünk fordulót. Ennek pedig gondolom az az oka, hogy a sportcsarnokban egy egész más jellegű esemény lesz, bár a sporthoz kapcsolódik, de mégiscsak nem sportrendezvény, hanem egy sportbál lesz majd. Erre is készül a klub? Igen, mindenképpen. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, hogy a gyöngyösi sportklubok összefogva ezt a sportbált megszervezik. Egyrészt jó lesz egy légtérben lenni, egy kicsit más, nem melegítőbb vagy éppen mezbe, hanem más környezetbe, illetve nyilvánvalóan nagyon egy nemes gesztus is van, és ezt nyilvánvalóan egy gyöngyösi kézbalklub is támogatja. És nyilván erősítheti azt az érzést is, amit mindig hétről hétre elmondunk, hogy mennyire fontos, hogy a fiatalok egy közösséghez, egy tágabb, nagyobb közösséghez tartozónak érezhetik magukat. Ezt szolgálta a Szivacs kézilabda fesztivál is. Ezen eredményei látszanak-e már a kezdeményezésnek? Igen, abszolút. Tehát ahogyan a nagyok elkezdték az edzéseket a Szivacsba, a kisgyerkőcök is folyamatosan edzenek, addig várják már a következő ilyen szervezést. Most a legközelebb az U10-esek lesznek, majd Gyöngyössoly, most amikor egymás ellen játszanak, aztán pedig márciusban folytatjuk a Szivacs fesztivált is. És azt gondolom, hogy ez a siker, amit most is átértünk közösen, és Köves Péter tanár ugye el is meséltem az adásba is, ez mindenképpen arra jogosít fel minket, hogy ezt tovább folytassuk ugyanilyen intenzitással. Jó, tehát találkozhatunk akkor 25-én a sportbálban, egyébként pedig a kézilabda pályán szorítsunk, akár Gyöngyösen, akár idegenben a gyöngyösi fiataloknak, mert hogy a gyöngyösi szülők legendásan nagy szurkolók minden idegenbeli pályán. Igen, nagy híre van, és hálásan nem hírhettek, hanem híresek, hiszen tényleg egységes felszerelésben, dobokkal, sippal, nádi egedűvel, ahogy kell, és tényleg nagyon-nagyon sportszerűen legtöbbször biztatják a gyöngyös, és mindig jó hangulat van gyöngyös mérkőzéseken, és az ország bármelyik részre megyek, ezt mindig megemlítik a kollégák, hogy hát milyen jó a gyöngyösieknek, hogy ilyen fantasztikus szülői, szurkolói támogatás van. És az eredmények is jönnek. Köszönöm szépen, hogy ma mindenről beszélgethettünk, egy hét múlva újabb eredményekkel várunk majd vissza. Köszönöm szépen én is. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, egy hét múlva is számítunk majd önökre, hiszen ismét jelentkezünk kézilabda magazinunkkal. Benne például a Hedo B. Braun Gyöngyös Balatonfüred elleni rangadójának értékelésével és elemzésével. Addig is minden jót, a viszontlátásra!